kezdheted a játékot. Üdvözlök mindenkit, Wild West mód, vagyis vagy nyugati mód és hát sok annyit ugye, hallottátok is, hogy hát egy kicsit próbálok így viccelődni. Hát amióta belerakták ezt, a, ezt az új intrót, amit én is itt a játék elé, vagy a filmek elejére ugye beteszek, hát sok mindenkitől hallottam, hogy úgy zavaró, hogy, hogy mindig ugyanazt a szignált, ugyanazokat meg kell hallgatni, hát én meg még ráadásul pofátlan módon még minden videónak az elébe is beteszem, már csak azért is halkítottam rajta, meg betettem egy ilyen kis valami, nem tudom, majd valamit lehet, hogy kitalálunk helyette, valami más hangot, de minden esetre ezért is lett egy kicsit változtatva Na, és hát a vadnyugati mód, és itt hát mielőtt én szerintem itt belecsapnánk hogy is vagyunk? Ja igen, meg is nyitottam itt a kis fordítást, mert ugyanis, na meg is néznénk, tettek ők bele egy, ugye itt a többi ilyen mapok közé betettek egy ilyen New Frontier nevűt és nem próbáltam még a játékot, de, de majd mindjárt olvasok róla, amíg ez itt betölt. Én annyi, hogy fú, hát ő, itt szerintem marad. Ezt én beszoktam így nyomni? Nem, az sem biztos, hogy beszoktam. Beszoktam? Lehet, hogy be. Na mindegy, jó, mert. Jó, és akkor nézzük, hogy... Igen, azt hiszem, hogy a múltkor nem nyomtam be, és akkor is működött. Én csak ezért gondolkoztam el rajta, hogy nem is biztos, hogy be kell nyomni azt a kreatív módot. Na jó, mindegy. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy olvasom a, ez a Wild West mód visszatekerte az időt a 19. század közepe körüli nyugati Amerika idejére, megkísérli eltávolítani azokat a funkciókat, amelyek nem megfelelőek az akkori időhöz, további funkciókat vezet be az általános élmény bővítése, kiegészítése érdekében, és akkor néhány példa. Kézzel készített egyedi világ, ez a frontier, amit most beállítottunk, csak az Old West, típusú burkoló rendszerrel, a kornak megfelelő poikkal és funkciókkal. Az mondat első felét még értettem. Jó. Egyedi kocsik helyettesítik a modern autókat. Igen, mert láttam, hogy lehet lovagolni. Hát mit látunk a fényképen is egy ilyet. Lehet, hogy tényleg lehet ilyen lovas kocsit, postakocsit, hogy valamit csinálni. Azt mondja, hogy a fegyvereket is visszaállították, így hozzáfértek a Tomahawkhoz, a revolverekhez, Winchester puskához és egy korai Gatling-hez. Életkornak megfelelő élelmiszerek vannak, egyedi világítás, csapdák, automaták, meglévő eszközök korának megfelelő kapcsolói, többszintű lovak jutalomként a küldetés szint teljesítéséhez, mindegyik szint fokozatosan növekszik, sebességben nagyobb raktárterület, dekoratív vonzerőt mutat, egyedi ellenséges hol vagyok én? Ja, hogy valamin vagyok. Ja, jó, oké. Okay. hirtelen... Oké, okay. tehát innen indulunk. Nagyon jó, csak mindjárt vége. ki, hogy túl sok spoiler adnék ki, imen néhány kép a bemutatása. Igen, ott tesznek ki képeket, hogy öm... Na mindjárt végigolsom már. Több mint száz egyedi poj van, amelyek fel vannak osztva az oldvány típusú városok lapokészletében. váson kívüli a vadonban lévő kézzel elhelyezett poék. Igen, itt van a medúzalapátos ö, gőzhajó, amely tír 4, tír 5 feltűzött küldetéseket kínál. Jó, tehát így nagyjából ö, ezeket ö, ennyit írtak róla, és ezeket így végigolsom. Tényleg vannak ilyen, vannak képek, a, a modnak a bemutató oldalán, tényleg nagyon jó pofa. Most azt nézem, hogy igen, tehát olyan, mint este lenne, de de mindegy, hát rendes, normál idő van, úgyhogy hogy nincs semmi gond. Elvileg mi az is lehet, hogy ezt se kéne beírjam ide, mert elvileg lehet, hogy működne minden. Ja, a alsó nézem, hogy a stamina az egy ló. Tehát <laughs> igen, jó pofa. Na nézzük meg, mi, mi van nálunk. Én ezeket Hát ez valami kaja, jó, innivaló, bandázs, igen, igen. Ez mi a franc? Ja, ugye ez egy quest már, jó, ez... Ez is... Igen. Ez is egy challenge. rá vagy. Hát nem tudom, ezeket már elolvassuk mindjárt. Sőt, nem mindjárt, olvassuk el most. Igen, Elmér Feral Gaslinger, White, ő hogy ja, csak a vészlenden található meg, őt csak a 666-os revolverrel lehet megölni, hogy befejezik a questet. Jó, hát mindegy, elolvastuk. Hát az, az akkor az nem fogunk itt vele találkozni. Üm. Igen, a Chuck Wagon Dinner Bell Challenge. Kraftoljunk egy Chuck Wagon Dinner belt és helyezzük le. Jó, hát azt nem tudom, majd meglátjuk. Akkor nézzük a következőt. Fogadjuk el a questet, hogy megkezdjük ezt a Humbled Challenge-et. Igen, és akkor kezdésképpen építsünk egy kabint. Jó, de amúgy adott itt bedrollt kéne csinálni hogy ilyeneket. Jó, mindez, mi ezt is megnézzük majd, mik ezek még. Ez a vadász achievement quest, különféle állatokat kell vadászni, és megkapjuk valami utalmakat, stb. Jó. És akkor kaptunk egy bedrollt. Azt mondjuk, nem tudom, vajatok, nincsen anyag. Hát, nincs anyag. Ó, basszus. le kéne szálljunk a földre, csak... Ne kéne szálljunk, mert itt mászkálunk. Nincs nálunk amúgy semmi. Itt, hogyha találkozunk valakivel, akkor nagy bajba leszünk. A cipőt nem tudom felszedni. Amúgy... Mozog valami. Mi a ja, franc mozog? Vagy az... ez víz? Ja, ez víz. Ja, oké. Okay. Ja, hogy ez itt víz. Hát én nem akarok elvinni innen semmit. Víz. Nadrág. Hát felöltözünk, Ja nem nadrág. Nincs nadrág. Jó. Oké. Mondjuk lehet, hogy ebből kellett volna nekem... Az lehet, hogy... De ebből kellett volna nekem bedroll csinálni. Hát... Jó. Hát az mire összejön az a 10. Egy a téged ütlek. Hát így nehéz lesz megölni. Előre mondom, hogy ez nem a hosszú élet titka. Hát mondjuk már fél élete oda van, de azért akkor se. aki itt kezd, azért az úgy számoljon rá, hogy számoljon rá, hogy ilyenekkel itt alálkozik. Na jó, én teszek bele, mert tök ezek szerint kell kellenek dolgok, és akkor hát, hogyha már nem írnám el 6000-es, jó, teszek így be, nyomjunk egy bedroll -t. hát megnézzük, hogy mit kell még csinálni, kezdésképpen lerakjuk, azt is le kellett, jó, a woodstone, hát természetesen a szokásos dolgok kellenek, én tudom, hogy rendszeresen nézzük wood, akkor egy stone. Hát igen, vakon próbál gépálni, de rá kell jöjjek, hogy nem, <laughs> nem nézem a billentyűt. És rendszeresen mellé is megy. Nézzük, egy, azt mondja, hogy kell egy ilyenünk. Az oké, okay, hogy van egy ilyenünk, de ezt is miért adja ezeket? Ja, mondjuk ezeket is meg kell csinálni. Ezt, ezt itt miért felkiáltó érzem, amikor nem is tartunk még ott? Ezt is megcsináljuk. Oké, okay. Wooden Club. Megvan. Hát gyors, jobb lett volna ezzel kezdeni, csak itt találunk olyan anyagokat, vagy ezt mindenféleképpen dokollel kellett megölni ezt a valakit. Az érdekes. Na kell egy kis toll még. Az elmaradhatatlan tollacska kell még, hogy meg tudjuk csinálni az íjunkat. Hát jó, ezt most ebből mennyit kell csinálni? Ötöt. Hát azért is csinálom ezeket meg, ez az alapküldít, mert annyira más, hogy... Ja, és most már a traderhez. És ez például itt miért adja nekem? Ebből most... Hogy van itt ilyen fel... Ezek között van valami, hogy... Olyat kéne csinálni. Itt vannak igen, hogy miket ölni állatokat. Ja, hogy ennek a feladata, a, a, ja, hogy igen, a, a, házépítés feladataként adta ezeket, hogy kraftoljak, és 150-et kéne kraftolni ebből, ja igen, és akkor felupgrédelni, lehelyezni, ja oké, okay. tehát ez a házépítésként adja be nekünk, jól van. Mondjuk nyilvesszőt teszek be, jó, azt, azt azért, jó, mindegy, ez jó eszköz. Jó, a őt teszünk Szétnézünk azért itt a hajón, hogy látunk-e valamit. Itt van valaki. Ott, az is ott egy ember, nem? De... Tud, itt a vízbe is amúgy le kéne tudni menni. Biztos, hogy a vízbe is van amúgy. Nem tudom képzelni, hogy a vízbe is vannak valamik, ami miatt oda érdemes lemenni. Ó, egy kis ezt megnézzük, ez mi ez? 10, 60, stamina, futássebesség plusz 50, hát ez az jó. Jó, minket. Jó, oké. Okay. Jó, lesz Menjünk fel valahova. Nem lehet, itt, itt nem lehet, itt mindenféleképpen úszni kell ezek szerint. Megnézzük már, itt is volt való még egy létre, de nem lehet fel. Ja, úgy, úgy, hát igaz, felfele nem lehet menni, csak lefele. Jól van, hát mi meg. Hát felfele hova akarnék? Ez egy hajó, ami felfordult. Ó, hát azért nem lehet. Jó, most már felfogtam, tehát akkor, tehát ez, egy, ez a hajó, ez felfordult. Tehát itt a, a lefele az a felfele, a felfele az a lefele. Ja, hát oda le kéne menni. Mindegy, nézzünk le, nem tudjuk, hogy nem tudjuk, mi van itt. Csak azért kíváncsiságból, hogy én most elvileg Elvileg nem fogok meghalni, mert hogy... De mókás. Én nem tudom, hogy itt tal lehet-e találni valamit, ami miatt egyébként érdemes ide lejönni. Hát van, van, de azért... Lehet találni dolgokat. Hát, aki vállalkozik rá, hogy nem akar... Nem akar megfulladni, az ne jöjjön le. De egész mélységekig le lehet ide jönni hát az egy jó kérdés, hogy megéri-e innen már nem lehet tovább lefele menni hát és az a gáz, hogy visszafele és ugyanazon az úton lehet menni valószínűleg és hogyha az ember ezt így elnézi az irányt, ó, hát nagyon mélyek ezek Na várjunk, a menni, tehát itt ez a, ez a gond. Lehet, hogy ezekről a helyekre egyébként úgy lehet jobban, hogy az ember csinál egy... oldalnyílásokat uh, itt oldal nyílásokat csinál, és akkor ott be és ki, mert hát itt, hogyha itt megyünk lefele, hát az nem tudom. Mondjuk én most meg nem tudom miért. Miért úszok, amikor repülhetek is. Ez micsoda itt. Uh, próbálom megérteni. Ja, itt van egy. Ha. Itt egy harang, ez. Ez mi? Jó, ez egy ilyen csapda. Ez meg rák van benne. Ezt megnézzük. Aha, ugye ezeket, ezt is megnézem már. Ezt le van téve egy csapda, és akkor ide vissza lehet jönni kajálni. Aha. És már jön is a kis rohadék. A kis rohadék. Ez nem tudom, itt volt rajta? Elképzelhető, csak nem vettem észre. Na, nézzük, hogy mit lehet a rákból csinálni. Rák recept, a vitamint ad. Milyen vitamin ez? Szóval olyan különleges vitamin, vagy hát igen, ez nem így kéne kinézzen. Ez a vitamin, ja, hogy ilyen fáradtság megelőzi, hogy hogy elkapjuk. Hát ez végül is olyasmire jó, aha. Tehát ez olyasmire jó elvileg, mint a normál, csak lehet kicsit máshogy néz ki, kicsit kopottabb. Ja, és akkor lehet csinálni ilyen kis leveskét is, rák, leves valószínűleg. Ez micsoda? Ez, ja, az, is kell a, az is kell a vitaminhoz. Hát akkor itt megtaláltuk az alapanyagokat. Pintó. Oké, okay. hát kajához kell. Hát ez most nem tudom elkinézni, ez bab lenne, nem tudom. Le, valószínűleg az. Valószínűleg az, csak nem tudok babul beszélni még. Na nézzük, itt is van egy világító torony. csomó új dolog van. Igen, láttam én ezt már más, más streamereknek. Ez most mi volt? Ez mi volt? Ez milyen hang volt? láttam már streamereknél ezt az épületet. Na, és visszatérve nekem, ami... Nekem, ami... jó, de bejövünk. Ami például így nagyon beégett a retinámba ezzel a moddal, mert ezt több mindenkinél láttam én már játszani ezt a modot, de például, hogy hát voltak benne ilyen érdekes hibák, hogy, hogy például a lovak, azok, ha megálltunk, akkor is egy helybe jártak folyamatosan, tehát nem voltak képesek megállni egy helybe, csak hogy akkor mozogjon csak a lábuk, amikor, amikor mennek. Ó, oh, hányan vagytok? Jó, nem biztos, hogy nem biztos, hogy akarok, megnézem azért, hogy mi van itt, milyen érdekes dolog van itt, amiért esetleg ide érdemes feljönni. Ját ja, van itt egy ilyen ládika. Ja, meg van pisztoly. Hát akkor ide megéri feljönni. Mindenféleképpen. Jó, menjünk arra fel, menjünk megnézni a trader. Csak annyira nem akarok sietni, mert hogy... Aha, most rajzolja meg a kis hajókát. Hát igen, mert itt jövünk. Na, azt is nézzük, hogy itt jövünk gyalog. Lippitik, lippitik, csak hát ö, innen nekünk át kell tudni ugrani. Át tudok? Hát talán át. Ó, Hát erre számítani kell, hogy. Aha, jó. Hát innen lehet, hogy most visszajövök ide. Okay. Pavágó brigád beindult. Hát mindig ezeket is itt végig, most nem biztos, hogy mindent végig akarok itt járni ezekkel kapcsolatban, de, de csak annyira legalábbis, ja még itt is itt van, tele hát van ilyen cowboyokkal, meg madarakkal. Tudjátok, honnan lehet megismerni a kutyák? Honnan lehet megismerni a madarakat, madarat tolláról. Na jó van, menjünk itt erre tovább, én most direkt nem akarok már itt mindenkit ezt az épületet is megnézzük. Ez egy nagyon ismerős. Ilyen volt valamikor, de Alfa 16-ban biztos, vagy 17-ben is talán, volt ilyen. Ez nagyon, nagyon ismerős. Lehet, hogy 16-ban nem, 17-ben volt, nem tudom. Volt, volt egy ilyen kis kikötőszerű valami. Ez, talán ez a rész, ez nem, nem teljesen így nézett ki, de de nagyon hasonló volt, az is lehet, hogy pont így nézett ki. Nagyon jó, jó hogy ilyeneket visszahoztak, mert ezek így visszajönnek az emlékek. Itt vannak ilyen kis kocsi, ezt lehet lútólni. Jó, ezek ilyen szokásos dolgok. Olyan épületeket direkt nem is nagyon nézek, ami... Ami olyan, mint már... Ja, hogy ez a tréd? Nyitva van 4-től 9.50-ig. Reggel 4-től. lehet nála sütni, akarunk. Vajon már itt is van edénye is. Nem, edény az nincs benne. Véletlenül sincs. Ez Viszont mm -hmm. szóval lehet dolgozgatni. A... Az jó. Egy a Bayer-től, az is máshogy néz ki. <laughs> Repair kit. más máshogy néznek ki dolgok. Cash register. Mennyivel szebb azt mondjuk, hogy pénztárgép, nem? Na, jól van, jó pofa egyébként így, hogy... Hát megnézhetnénk azt, hogy de úgy tényleg kíváncsi vagyok. Ja, hát jó, erre mondjuk kíváncsi voltam. Szóval szétverni nem lehet dolgokat, de azért mondhatjuk úgy is, hogy nyitott a rendszer, mert azért itt itt nem vagyunk túl nagy biztonságban, nem lehet elbújni a trédernél. Melyre kellene, hogy menjünk? Uh, ja, sem erre, mert ez már a meg volt. Uh, nézzük, van 5 pontunk, és az 5 pontot megpróbáljuk, uh, vajátok, megpróbáljuk az 5 pontot valahova, hát minden szentnek maga felé Hajlik a keze, én teszek az íjászkodásra, hogy legalább addig, addig íjászkodok, meg próbálkozok, amíg, hát majd aztán nyilván, ha hordázunk, akkor már nem fogok, de, de addig legalábbis. jó, keresünk valami, hát nem is tudom, nagyobb várost. Keresünk talán valamit. Az is egy érdekes ház lehet ott. Aha, meg a templom is. Hát érdekesen van tényleg megcsinálva, hogy azért így templomot így a sivatagban ritkán lehet látni. Ja, ez csak dekoráció erről. Ez már viszont nem. Micsoda? Ja, ugye ez... Fának a... Gyan, nem gyan tajája, hanem... Eszembe hirtelen a fordítás ennek. Szóval az az aranysárga izé. Mi sorog rajta. <gül> <gül> um... Oh, hát ide csak az, Jézusom, milyen dzsuva helyek ezek. Na jó, akkor most eljött a pillanat, nem tudunk tovább várni ezzel. Kellene nekünk egy fejlámpa. Kellene nekünk egy fejlámpa, de a fejlámpa az csak úgy lesz, hogyha is tudom írni. Kell egy ilyen stukkert is, most már akkor nem úsztuk meg, kell egy fejlámpa. Csak. Ja, kalap. Kalapot le. Kalap le, viszont a fejlámpát bekapcsoljuk, na és akkor... Á, az... Gyönyörű egy valami hely. Gyönyörű, hogy ilyen helyeken éltek gyerekek. Á, az igen. Á, az igen. Kikerült felébreszteni őket. Cash register, megvan. Jesszusom, azért vannak ám jó sokan. Na lejövünk egy kicsit a föld alá, és akkor lejövünk a föld alá szétnézni. Az igen, itt azért már fel kell kötni a gatyeszt, ezek vannak jó sokan. Lejjebb már nincs semmi. Hát kemény, azért, azért kicsit ez olyan kemény. <laughs> jó sokan vannak. Óvatosan kell oda bemenni. Ez is egy új épület. Tele vagyunk új épületekkel. Nagyon jó pofa dolog egyébként. Tehát az nagyon jó pofa dolog, ha tele vagyunk új épületekkel, mert hogy Ja, ez egy régi inkább. Ó, az meg árulja az elixírjét, és van is benne valami, vagy ez egy üres doboz. Nem, van benne, tényleg ott van benne. Tényleg ott volt benne az elixír. És ide mikor, hogy lehet bemenni? Hát nem itt. Az biztos. Ott lehet, a kiárat van. Na, valahol keressünk egy, egy városkát, valahol keressünk egy várost, hát valamelyik irányba. Nagyon jók ezek a vizek, hogy, hogy ide a vizekbe el lehet menni, mint hogy itt tényleg biztos, hogy vannak még itt a vizes területeken jó dolgok. Egyáltalán nagyváros létezik? Abba sem vagyok biztos egyébként, hogy ezeken a helyeken létezik nagyváros, de nem is tudom, induljunk el valamerre, mert, mert tényleg nem tudom, nincs ötletem vagy létezik-e vajon. Akkoriban is voltak nagyvárosok, New Orleans, meg ilyenek, nem? Tehát, hogy ez, szerintem ez meg a kiégett. A kiégett terület is egy... Na, mondjuk itt meg nem látunk semmit, úgyhogy onnan most kijövünk. Á, ah, itt egy város. Itt egy város, de ahogy elnézem, ez egy... A nagyváros az úgy néz ki, mint hogy a, van, van az alapjátékokban is van ez a vannak ezek a vadnyugati kis, ilyen, nem tudom, ilyen városok. ezek ilyen makett városok. Az ott mi az a világító? A rendőr se úgy néz ki, ez ilyen cowboy sheriffnek van öltözve. A nagyon jó pofa. Jól néz ki, hogy átrajzolták. Ez itt, ki, ez csak egy kő? Ez semmi? Az semmi. Ja, hát itt már, itt már futnak. Itt már mindenki fut. Ahogy itt meg találhatunk benne pénzt. Pedig ez, ez, mi a franc kéne, hogy itt legyen? Ja, itt igen, ez egy halottas kocsi. Mi ez? Ja, hogy ez, igen, ez is egy temetkezési vállalkozó. Hát biztos sok dolguk volt. Mert ezekkel biztos, hogy lehet, nem lehet lótalni. Nézem, hogy mit lehet lótalni. Hát ez is itt. Nem tudni. Hát ez eddig egyébként nekem tetszik, így. Tehát az, az hogy tényleg szépen át vannak rajzolva a karakterek is, hát vannak régiek is, de azért van nagyon sok ilyen átrajzolt új meg hogy rengeteg újfajta épület van, és ezek ilyen nagyon, nagyon jó pufák. Hát vannak ám, vannak ám meglepetések, jó teleradták zombikkal a házakat. jó telerakták. Hát ezt nem tudom mire való. Ezt nem tudjuk mire való, lehet ők se tudják. Mert hogy... Mi célt szolgált akkoriban egy ilyen torony? szerintem akkor még nem volt rádiózás, még ilyenek. Jó, hát ugye ez egy, ez egy ilyen régebbi fajta, de ez ugye beleillik abba, ez a könyves volt, ez is egy ilyen régebbi. Ez mi lehet? Maga az épület funkcióját nem jöttem rá, hogy ez mi a franc lehet például. Mi az ilyen nagy, hosszú, akkor csak egy bőri. Csak egy bőri lesz ez. Hát gondolom. Vagy nem? Kicsit le lehet menni a föld alá. Hát akkor lenézünk. Bejövünk a föld alá. Vagy ez egy inkább egy bank lenne, és akkor azért van ez a sok rács. Hát, te meg ki vagy. Elképzelhető. Ópár. És még itt a falba ez hogy? Ja, hogy ide bejövök. Nem. Hogy jövök ide be? Hogy találom meg? Ja, ez egy ilyen titkos valami. És te ki vagy, hogy ilyen szét nagy darab gyerekek vagy, tatti? Ja, bödön a fejéne. A nagyon jó. Na, szóval jó pofé, egyébként. Próbálkozom még keresni. Próbálok keresni valamit, hogy. Elvileg kéne, hogy legyenek ilyen, itt megyünk egy kicsit szépen lassan, mert kéne, hogy legyenek ilyen állatok is, de majd mindjárt megpróbáljuk be is addolni, hogyha más, hogy nem sikerül. Jó, hát eddig, eddig egyébként ilyen lenyűgöző volt, szóval, tényleg, hogy szépen átrajzolták a, a dolgokat. Ezeknek a funkcióját kitalálni, hogy ez is például milyen kerozin, mi a franc ez? milyen uh, van madarakkal, jesszes. Jó, nem tudom, szóval tényleg ezeket eleve csak még meg is kell érteni, hogy melyik épület mit, mire szolgál. Menjünk egy kicsit, és akkor hát ha találunk majd valami zöld területet, ami... Ez, ez is egy... De ez is kiégettem van. Vagy itt voltunk az előbb? Hát az is... Nem, nem, itt nem voltunk még. Minden város a van, ne már, Ó, oh, megtaláltunk egy. Ó, oh, de jó. De jó, megtaláltunk egy szép kis hajócskát. Nagyon jó, nagyon szuper. Ez a fényképen láttam, ezt ugye említették is, hogy van, van ilyen hajó. Jó, nagyon jó pofa. Ez a ház, ilyen, mint hogyha megint csak lett volna korábban valamelyik verzióba. Hát itt meg, mint hogyha kutya hang lett volna. Nem tudom, vagy, vagy, vagy lehet, hogy farkas. Odeville, de mi a franc ez is? Ez ami szálloda? Hát az lehet szerintem. Azért kell. Bementem aztán mindenütt mindenki. Jó, nagyon, szerintem nagyon jó pufa így kinézetre, hogy ezt így megrajzolták. Most már csak tényleg annyi kéne, hogy keresnénk egy keresnénk valami a helyet. hát végül is tök mindegy, mert lehet éppenséggel lehet itt a sivatagba is tesztelni, a teljesen mindegy, de Na, itt valahol akkor lehet leszállunk. Jó, itt valahol leszállunk, és akkor megpróbálunk. Az itteni rendőr, ja, ez nem rendőr, oké. Okay. Storage, na ide még azért benézek. Mi az, hogy, jaj, storage, itt csak így le van így hányva minden. Meg itt felül is. Jó, hát zombi van, nincs hiány, az már egyszer biztos, de hogy tényleg ez a rengeteg sok épület, ez minden, ja, ez, ez a groszer, ez is egy ilyen nagyon régi alfa 15-16-os kinézetű épület, viszont, viszont tényleg tök jó, hogy így visszahozták ide, Meg, hát ez a rengeteg sok újfajta épület. Nagyon jól néz ki. Na jó, itt le is, le is helyezzük magunkat, és akkor megnézegetjük, hogy, hogy, hogy mik találhatók itt, hogyha azt mondjuk, hogy Hát... Ezeket hallottam meg, de most már lehet, hogy csak azért, hogy... Hát nem tudom elfalálni. Azért, hogy csend legyen. Oké? Okay? Hogy tudjunk itt egy kicsit mókuskázni. Azt mondjuk, hogy igen. Mi? Hogy kis denevér. Kis Hát azzal nem tudom, hol lehet találkozni. Zombi medve, az igen, a kolyot. Itt snake. Ó, ez ilyen jeges maci. Jeges macinak 1416. Hát mondjuk egy kicsit, uh, nem tudom, jó, ne kritizáljuk, mert egy kicsit, a, kicsit olyan túlvilágítósra csinálták. Oké, okay, vilá, világít az ilyen lámpám is, az tény, hogy egy kicsit bekavar. Na jó, már ne fele. lehet, hogy az volt a baj egyébként. Hát ez meg ki of, de ki vagy? Hát ez mi? Próbálom felfogni, hogy ez mi. Ja, hogy ez egy... Ez egy madár volt, ami így benne égett, és akkor így két lábon Jó, próbálok így nem nagyon csodálkozni, de csodálkozok egyébként, ez Snowbeer, ezt néztük. Nagy madár? Már hogy ez most nagyobb, mint a kicsi? Nem tudom, ez nagyobb volt, mint a kicsi? Lehet, hogy nagyobb volt. lassan esett le. Ezt is nézzük meg, jaj meg... Ö... Jó, ja, oké. Okay. Elfejtettem, megnézzük, mennyi az élete. De lehet, hogy lehetett látni. Megnézzük még egyszer. Melyik volt? Az ez volt. 2000. Bocsi. Bocsi, gyerekek, de elreuggyatok. Akkor nézzünk. Aha. Ó, ez már nagy a változat. Ez már nagy változat belőle. Van. és adott én ad nekünk valamiket, az nagyon jó. Ja. Meg azért ilyen ezer, jó, hagyjuk. Hát van ezekből jó sok, ezt se láttuk még, vagy igen. Ez is dobott nekünk valamit. Hát mókás. Hm. Mókás, mókás, ez is. Hát ezek mind ilyen égett... Ja, hogy ez volt a kicsi, szerintem, amit az előbb megöltünk. Ez mi lehet? Te ki vagy? Ennek még 122 az élete, hát ez egy ilyen lele lelevem. És nem tudom... Hát ahhoz képest, hogy így nevetett, olyan félelmetesebbnek tűnt, de nem nem volt azért annyira az. Uh, jó, ez mi lehet? Hova szóval tettem? Ja, ott van, csak jó, messzire sikerült lerakni. Na jó, megpróbáljuk közelebbre ugyanezt. Ezt megpróbáljuk ide közelebbre. Hello? 28 az életed, nyuszi. Jó. Skorpió. 34 az élet, ez viszont jön az a nyelv mindenit. Nagyon messziről megmart. Mi ez? Horse killer. Horse killer az, az engem akar. Az azért, mennyi az élete? 1500. 1500, kínai. Kínai a kis drága. Desert, Desert Newsy. Te de is fussál. Hát, hogy ott nem akarok. Hát jó, van, van egy-két egy jó dolog. Jó, és végül motor. Hát ez tudja, hogy nem. Szerintem motort nem lehet használni. Szerintem nincs benne. Ezt itt be lehet addolni, de nem hiszem el, hogy az van benne. Ö Ez ilyen, ez ilyen gőz meghajtású, mondjuk ez így viszont jó pofa. <laughs> ez nagyon jó, mint egy gőzmozdony. Megláttam egy, egy ilyet, és belenézünk már, hogy van-e meglepetés? Nincs, ez csak úgy dizájnilag, de ez nem, ez tudja, hogy ilyen nincsen benne. Ez, ez viszont nagyon jó pofa, ez. Nézzük már még ilyet. Uh, ez hogy kéne erre rákeresni, hogy horzokat keressek, mert ez egy másik fajta ló. Áll a ló, és nem mozog a lába végre. Ja, így meg... Várjunk. Az még nem biztos. Állj. Ah, hát ennyi sikerült vele csinálni, hogy legalább áll a lába, viszont Viszont egy kicsit furcsa, nem akkor indul a lába, amikor én akarom, de nem baj. Együléses. És mi az, hogy refú? Lehet módosítani. Van egy kis tárhelye. Jó, hát viszonylag egyébként ez már százszor jobb így, mint ahogy régen volt. Na, ilyeneket csinált régen, hogy így az ember leállt vele, az akkor is ezt csinálta. De az előbb, mintha már... Szóval kicsit bugosak ezek a lóak, szegények. Megállt. Na, most megállt. Jól van, oké. Okay. Mm. Ez volt ez, ez egy másik. Mondjuk ez lehet, hogy ugyanazt csinálja. Még nem biztos. Tehát azt írták, hogy különféle... Igen, mert ennek horz ja hogy ez ír egyes. Na, várjunk, nézzük, ez mi volt? Ez volt a Tier 2-es. Valószínűleg ez a gyorsabb ló, mert ott írták, hogy különböző sebességben is vált. Ez meg a Tier 3-as ló. Na, akkor most már azt is megnézzük. Hát lehet, hogy valamiben változik. Most próbálok vágtázni. Ohó, milyen jókat csúszkálunk. Na, kicsit, na, bugos szegény ló, még nem, nem százas nem százas, de már, már százszor külön, mint régen volt. Uh, jó. Nem biztos, hogy igen, mert ezek... Ez... Ja, ez a robbanós gyerek, ez robbanni fog. Nem, megeszi. Annyi esze van csak. Továbbra sincs túl nagy élete, Megnézzük ma, hogy robban fel. Vagy hogy kéne téged? Ez nem akar felrobbanni, vagy, vagy attól kell félni, hogyha én belelövök, és akkor felrobban? Hogy kéne? Mikor, mitől kell félni? Hogy belelövök, és akkor... Ja, ja, úgy robban, hogy amikor én szerintem, amikor eljut odáig egy olyan sérülési szintre, valószínűleg akkor robban. Hát igen, van itt egy csomó újfajta zombi, nem is, én nem is azokat akarom megnézni. Micsoda? Hát igen, ez valamilyen kis patkányszerű izé. Aha, ja, nagyon jó. Jó lehet téged lelőni. Uha, azért vannak ám, uh, vannak ám újfajta dolgok. Te meg rohansz ide, nem veszed észre, hogy nem érjünk rá. Soldier, igen, ez volt ez a ret. És itt van, zombi. Zombi a ret. Ez. De nem ez volt az ez előbb. Na mindegy, szóval így néznek ki a patkányok, jól van. Pörker. Jó, ezeket nem is nézem végig, mert ugye láttunk már, láttunk itt elég sokféle új. Új dolog van. Szerintem nagyon jó pufa, egyébként így. Nem tudom, milyen ez, ez valami jármű, vagy mi volt ennek a neve. Na Hát nem. Mert ilyet, néznék, hogyha ha találnék ilyen járművet, csak találom, szerintem. Ja, vajtok, itt vannak végül, ballon, de hogy nem. Vannak itt még. Ő, na várjunk, valami nem jó van. Hogy kéne itt emelkedni? Ja, szóköz. Szóköz emelkedés. Ja. Lefele. Oké, okay, hát ez a sima, mint a, okay. a googolás. Jó. Hát tök jó, nagyon jó ez is. Nagyon jó pufa. Szerintem nekem nagyon tetszik, jó. Nagyon szupi. Na nézzünk már még ilyet, mert most már kíváncsi vagyok ezekre. Hol volt ez? Ja, itt vannak. Ballon volt, ez... Hát ez, ez nem az volt, amire én gondoltam. Ez mennyi? 7.31 az életed. Hát ez súnya volt. Na szóval itt tartottunk. Truck? Biztos olyan nincs. Ballonból volt, az volt az... Tehát az volt a kettes, ez az egyes. Most ezt nem próbálom már ki, de nagyon jó pofa. Aztán, és sőt, van egy ballon hármas. Hát gondolom azok is sebességben különböznek egymástól. Az idő az, hogy áll? 21-15. Nem azért, mert úgyis meg akarom nézni, mi van éjszaka, de de most még de most még nem. Azt mondja, igen. Sőt, ballon négy. Ez meg ez meg valószínűleg még gyorsabb. Hát bizonyos, biztos, hogy szintfüggő, hogy ezeket hogy lehet összehozni. Minibike, gyerek a bicikli. Hát biztos, hogy megnézzük ezt a biciklit, de ja, tehát azon nem változtattak. Akkoriban, hát volt, volt már bicikli, ugye csak az a bicikli, az nem így nézett ki, hanem az első kerék ilyen óriási volt, a hátsó meg ilyen kicsi, tehát mégis egy olyat lehet, hogy betettek volna. Az is lehet, hogy betettek, csak nem találtam meg. Ezek voltak a lovak. Itt van a velocipéd, ó, megvan, hát akkor... Csak nem olyan, nem olyan. Ez is gőzmeghajtású. Nagyon jó. Ezek nagyon jó pofa dolgok, szóval ilyen ötletes egyébként, hogy hogyha ezeket megnézzük, ugyanúgy van kis tárhelye, ó, kis mégis mégiscsak volt. Hol tartottunk? Ez volt velozipéd, igen, ezt, ezt néztük a... Igen, jó, hát szerintem ennyi, mert itt már én gondolom, hogy itt kéne, hogy legyenek egy csoportban, mert ezeket a lovakat néztük, ez volt ugye ez a... ez a járgány, úgyhogy... Jó, hát nagyjából szerintem így átnéztük. Ez nagyon, nekem nagyon tetszett, jó pofa. És uh, valahova el, elpirítunk. Mit elpirítunk? Hát hol a kis velocipéda? Megyünk azzal. Elmények egy falunak egy kicsit a távolabbi részére. Nyomom a shiftet, hogy tudunk, tudunk sietni. Na eljöttünk idáig, és akkor itt rendezünk, hát először megnézzük, hogy mi van éjszaka. Csinálunk egy éjszakai balhét, egy szimpla éjszaka, mezei éjszaka. Az éjszaka, a puha testi éjszaka. Majd jönnek is. Eddig... Uh, eddig semmi különös. én nekem kell keresgélni őket. Jó, hát eddig ugye semmi olyan különleges, tényleg még pontokat kéne még beaddolni magamnak, ezt lehet, hogy azt eltévesztettem, mert azt, ö, azt lehet, hogy jó lett volna mindenféleképpen, mert hogy akkor jönnek igazán akkor jönnek igazán olyanok, akik én most 10 millió XP-t beadtam, azzal nem tudom, hanyas szintre sikerült repíteni magunkat. Mutatja itt, vagy nem mutatja, akkor meg 93 os Na most viszont már kíváncsi vagyok, már mostantól már viszont jöhet olyan is, ami eddig nem volt. Na most gyertek, ha mertek. Kígyó az ismerős, egy kígyó, nem kígyó. Ó, oh, és már mennek enni. Ez az az épület, amit már néz. Ja, a lámpám, a lámpám. Lámpámat nem kapcsoltam. Aludja. Ha mondjuk ez nem az utca, én utca képre lettem volna igazából kíváncsi, aztán nem arra, hogy az udvarban mi van. De arra lennék igazából úgy kíváncsi, hogy előjönnek esetleg olyan lények, amit így nem sikerült eddig látni. De hogyha most éjszaka nem, akkor viszont hord, akkor tudja, hogy kéne, hogy jöjjenek, úgyhogy akkor, akkor viszont el is megyünk egy kis, egy kis esti horda-morda. Mert így akkor kell, hogy jöjjenek. Jön itt madár. Ó, oh -oh, az igen. Ez mi volt? Na, ez a csirke csinálja ezt? Ez valószínűleg egyébként, hogy ezt csinálta. Jaj, itt van már, várjad neked mi a neved? Nem neked, hanem neked. Bison. Na, ezt megnézzük. Uh -huh. Van vad gyerekek vannak, oh, ez a kis csirke, kis nagy csirke, Azt a pisont, ezt még meg kéne nézni. Ezt kerestem én a sivatagban, mert mondtam, hogy láttam, hogy van ilyen. Ez mókás. És ezek dobnak valamiket, megnézzük, minthogy. Oh, Ó, de olyat nem láttam eddig. Ferali, Spider, oké. Okay csúnyák vagy, tök az tény. Jó, hát csak látunk itt olyanokat, amit eddig nem sikerült. Ezek mennyi jön ezekből a kis nyomorékokból? Macik is. Na te meg ki vagy destrukció vendég, és közelébe, ezt tudja, hogy a közelébe lett olyan, nem? Vagy, vagy átmentem másik biomba, de nem hiszem. Én szerintem a közelébe van nekem ilyen... Aha, ez olyan, mint a Demolition Man, de... A közelébe voltam, és akkor ilyen sugárzás... Aha, hát ez érdekes, egy, hogy... Hát <laughs> Hát ez nagyon érdekes. Mondjuk a vadnyugat az nagyon hangulatos, mondjuk ezeknek semmi köze a vadnyugathoz, tehát ezt nem tudom. De hát valószínűleg, hogy akartak egy kicsit bonyolítani a dolgokon. De maga, hát igen, tehát itt azért vannak olyan lények, amik úgy tényleg semmi köze már a vadnyugathoz, viszont az honnan jött az onna, jött az hányta nekem a tüzet. Most fog, nem? Nézzük, de most, igen. Ja, mi ilyen is, hogy Fire Spider. Írta is, hogy ez egy Fire Spider. De jó, már csúnyák vagytok, úgyhogy most már lerendeztük Bisont, ezt megnézzük meg. Igen, mert van ebből egy ilyen, na most, hát ő se barátságos, ahogy elnézem, ő se a barátunk. Ő se a barátunk, de meg itt úgy tűnik, hogy kevesen vannak, akik barátunként. fog animal. Ja, hogy ez már más, mert ez vagy most akkor ez mi volt? Na akkor ezt még egyszer. Tehát van ez. Van ez a... ez bír, ez medve. Akkor viszont van másik. Na várjunk, mert ez a másik, ez nem medve volt. És ez meg lehet, hogy nem fog bántani. Jaja, ez úgy is elkedik, mint a vaddisznó. Mert az benne van a nevébe is, tehát hogy Sőt, hát itt a nevében nincs benne. Ja, hogy barátságos. Úgy van benne, hogy barátságos. A másik viszont nem. De gondolom, hogy addig barátságos, amíg... Hát, de gondoltam. Hát így nyilván... Nyilván addig barátságos. És akkor... Ebből még van egy zombi változat. Hát nyilván az, az meg főleg nem barátságos. Na, de nagyon, tehát egyébként így állatilag nagyon jó pofán meg van rajzolva, jól néz ki. Oh, na, jó van. Szerintem úgy nagyjából átnéztük az, azért, amit akartunk, vagy láttuk azokat a lényeket is szerintem, aki, akik úgy esélyesek, hogy összefutunk velük. Kicsit lehet, hogy Hát ugye vannak módok, amiket hamarabb, lehet, hogy valamiket 20-30 perc alatt végzünk, ez meg már majdnem egy óra hossza volt, de azért ez nem véletlen, mert hogy ez a rengeteg sok újfajta épületek, meg, meg, meg hát minden, ugye az egész nagyon-nagyon más, azért ezt nagyon átrajzolták, nagyon ötletesek a járművek is, hát ugye a lovak is mondhatjuk, hogy jármű, de, de mondjuk a lovak, de a lovak az nem is annyira, hanem tényleg konkrétan a járművek, tehát amiket ott csináltak, ezek a légballonok, meg, meg ezek a gőzmeghajtású egyéb járművek, nagyon jó pofák szerintem. Úgyhogy, és tényleg, és szép is, tehát hogy látszik, hogy úgy beleillik a tájba, ugye nagyon sok modnál lehet azt látni, amik leraknak Autókat, ilyen újfajta dekorációnak, vagy valami, és úgy nem illik oda a tájba, vagy valami, de ezek, de ezek illenek oda, tehát ezek itt tényleg jól néznek ki, szépek. Tudom, ez a fogadók is, de tehát tényleg ilyen ízlésesen így megvan rajzolva, meg van csinálva, szóval szerintem jó pofa. Jól van, nem sok van már, azt hiszem, hogy egy mod van még, illetve van még másik kettő, szóval nem sok van már ezekből a modokból, aztán hát más kérdés, hogy közben meg fog jelenni szépen nem sokára, pár hét múlva megjelenik az Alfa 22, úgyhogy aztán lehet, hogy lehet, hogy végül ezekkel csak így végignéztük, de legalább egyszer végignéztük az egészet, hogy, hogy milyenek, és lehet, hogy aztán a végén csak az Alfa 22-ből csinálunk sorozatot, de majd meglátjuk. Mindenkinek szép napot! Sziasztok!